Szalagátvágás előzte meg az új kórházi parkolók átadását. A 80 férőhelyes területet a C és az F épületek között az egykori kórházstrand helyén alakították ki. A kórház területén eddig nagyjából 240 autó tudott megállni, egyre többen érkeznek viszont kocsival az ellátásokra. Ez indokolta a fejlesztést, amit az intézmény a saját költségvetéséből finanszírozott, részben a parkolásért beszedett díjból. A lehető legjobb helyen van ez a parkoló, lényegében a kórháznak a közepén, tehát innen bármelyik épületünk könnyen megközelíthető, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy kórházi közlekedésben egy lényeges javítást tudtunk most tenni. A két sávos bevezető úttal és kereszttáblákkal is ellátott parkoló építési munkálatai 3 hónapig tartottak. Itt egy komoly 1300 köbméteres földmunka előzte meg ezt a történetet, hogy végre kialakulhasson ez a 80 férőhelyes parkoló. Ez a férőhely 1000 négyzetméter, maga a hozzávezető út is 1100 négyzetméter aszfaltburkolattal készült. A kórházi parkolót hamarosan már az ideérkező betegek és a látogatóik is használhatják. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere ugyanis pénteken jelentette be, hogy hétfőtől feloldják a kórházakra vonatkozó korlátozásokat.